Mozgalmas időszak az ősz a 8. osztályos általános iskolások számára. Ugyanis sokan ezekben a hónapokban döntik el, jövőre hol kezdjék meg a középiskolai tanulmányaikat. Iskolánkban már évtizedes hagyomány, hogy megrendezzük a pályaválasztási bőrzét. Általában október második, harmadik hetében egy pénteki napon szokott erre sor kerülni. Jelen pillanatban több mint 10 középiskola van itt, akik tájékoztatják a gyerekeket és természetesen a szülőket a választható szakmákról, illetve az érettségi megszerzéséről is beszélnek. Most jelen pillanatban itt az aulában a gimnáziumi képzéseket mutatjuk be, bent a tornateremben pedig a különböző szakmák képviselői mutatják meg magukat. A vendéglátóipartól kezdve a mezőgazdaságig, az egészségügyig és a rendvédelemig minden terület képviselteti magát, és a legtöbb esetben a gyerekek, illetve a tanárok révén bepillantást is nyerhetnek az érdeklődők a szakmákba, sőt, akár kóstolót is kaphatnak például egy vendéglátóipari iskolának a kínálatából. Felmérések szerint a résztvevők 42%-a az általános iskola után gimnáziumban szeretne tovább tanulni. 100-ból közel 50-en szeretnének szakmát szerezni. Én azt gondolom, hogy az érettségének még mindig nagy presztízse van a diákok és a szülők körében. A gimnáziumot, illetve szakközépiskolát nagyon sokan választanak. Szakképző iskolákat jelen pillanatban még nem olyan túl sokan. Természetesen emelkedő tendenciát mutat ez, de évről évre változik. Attól függ, milyen a gyerekek, az osztályok összetétele. A mi iskolánkban gimnázium működik, tehát mi természetesen afelé próbáljuk ösztönözni a gyerekeket, hogy az érettségit próbálják először megszerezni, és utána pedig ráérnek szakmát választani. Az intézmények igyekeznek megkönnyíteni a választást azzal, hogy minél több információval próbálják ellátni a bőrzére érkező tanulókat. A legnagyobb segítség az, hogy a lehetőségekkel megismertetjük a gyerekeket, ezért is jó például ez a pályaválasztási bőrze, hogy felkészülten döntsenek a gyerekek és a szülők. Menjenek el minél több pavilonhoz, akár látogassanak el minél több iskolába, és hogyha oda eljutnak, akkor betekintést nyerhetnek, hogy mennyire tetszik nekik az a szakma, az a képzés. Tehát én azt gondolom, hogy dönteni nekik kell, illetve a szülőknek kell. Nekünk a feladatunk, hogy ehhez a tájékoztatást megadjuk, és ezzel segítsük őket. A szülők véleménye még mindig a legfontosabb szempont a diákok döntésében, de egyre nagyobb a barátok ráhatása is a választás folyamatára. Aki veszi a bátorságot, és oda megy az iskolapultokhoz és beszélget, az már egy személyes kontaktussal kezdi azt, hogy már van egy megfogható tapasztalása az iskolával, és nem csak a hallottak alapján és a weboldalakon tud informálódni. És itt az a jó, nem tudom, hogy a többi iskolánál hogy van, nálunk lehet beszélni a leendő osztályfőnökkel és a legtöbb szakpedagógussal is. A szakma és iskola választás előtt álló, elsősorban általános iskolás tanulók, valamint a szakképzettséggel nem rendelkező középiskolások átfogó információt kapnak a pályákról, foglalkozásokról, hiányszakmákról, munkaerőpiaci helyzetről. Nekem nagyon nagy segítség a gyerekeknek a bőrze 8-ban, amikor el kell dönteni, hogy merre tovább. Itt például nálunk találkozhatnak a leendő tanáraikkal, diákokkal, itt eljöttek segíteni nekünk a diákok és bemutatni az iskolát, úgyhogy érdeklődhetnek, tudunk válaszolni a kérdéseikre, hogy tudunk segítséget nyújtani nekik. Megismerhetik az iskola rendszeren belüli és kívüli oktatási, képzési lehetőségeket, továbbá tájékozódhatnak a gyakorlati szakképzés lehetőségeiről és feltételeiről is.